Lengyel-magyar két jó barát, tartja a közmondás. Történelmünkben valóban rengeteg a közös, egészen az Árpád-kortól napjainkig. Bátor István erdélyi fejedelem például lengyel király lett, második Rákóczi Ferenc pedig Lengyelországba menekült, és nem feledkezhetünk meg nyilván az 1848-49-es forradalom lengyel hőseiről sem, és arról sem, hogy a két ország a 20. és aztán most már a 21. században hogyan állt ki és hogyan áll ki egymás mellett. A Lengyel-Magyar Barátság napja apropóján mai adásunkban ezekről beszélgetünk, és köszöntöm a stúdióban Jonna Urbanska műfordítót, filológust, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatóját. Jó estét kívánok! Dobrý večer! Dobrý večer! Kisgyé Csaba Széchenyi díjas művelődés történészt, egyetemi tanárt, Varga László történészt, aki a krakkói Jagelló Egyetemen végzett, és megkapta a magyar és a lengyel köztársasági érdemrend rovakkeresztjét. És itt van velünk Skype-on Kovács István Széchenyi és József Attila díjas történész, költő, író. Jó estét kívánok! Kívánok. Kedves nézőink, Önök az Ez itt a kérdés március 22-i adását látják. Jó estét kívánok! Horváth Szilárd vagyok. Először nézzünk meg egy kis filmet a Lengyel-Magyar Barátság napjáról, utána pedig beszélgetünk a két ország történelmének, hát egy olyan 1000 éves összefonódásáról. Magyarország és Lengyelország történelme számos ponton összefonódott az elmúlt évszázadok alatt. Mindkét államot az első ezredforduló környékén alapították, és már a két államalapító uralkodóház, mely a kereszténységet felvette és terjesztette, vagyis az Árpádház és a Piast dinasztia is jó viszonyt ápolt. A legenda szerint Szent Kinga lengyel királynénak, IV. Béla lányának imádsága mentette meg Lengyelországot a tatárdúlástól. Ő egyébként Lengyelország egyik védőszentje. A két ország a történelem viharában kölcsönösen támogatta egymást az éppen aktuális ellenséggel szemben, és utódlási viszályokban is segítették egymást. A kiváló viszony a további évszázadokban is fennmaradt, és a mai napig tart. A Budapesti Lengyel Intézet 1939-ben nyitotta meg kapuit, ez az egyik legrégebbi lengyel intézet a világon. 2006-ban a két állam akkori kormányfői Győrben felavatták az első köztéri magyar-lengyel barátság emlékművet. A két ország különleges, szoros kapcsolatát erősíti a két parlament által 2007-ben elfogadott lengyel-magyar barátság napja is. A határozat érdekessége, hogy Budapesten 324 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadták el. A kijelölt dátum március 23-a, páratlan évben Lengyelországban, páros évben Magyarországon rendezik az ünnepséget, és mindig más város ad otthont a napnak. Magasrangú esemény, mindkét ország államfője részt vesz rajta. A koronavírus terjedése miatt tavaly nem tartották meg, az utolsón, melyet 2019-ben a közép-lengyelországi Kielcében tartottak, a két ország elnöke felavatta Bartók Béla emlékművét. Olyan könnyedén kimondjuk, én is kimondtam, hogy lengyel-magyar két jó barát. Hát honnan van? Hogy van ez lengyelül először is? Palag Vengyel Vebretanki. És van folytatás? Idősebb Lidos Klanki. Akkor a folytatást is hallhatjuk magyarul is? Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcos és szobarát, de ennek folytatása is van, csak kevésbé ismert. Vitéz bátor mindkettője, áldás szája mindkettőre. Természetesen lengyelül is van folytatása. És nagyon érdekes, hogy éppen holnap kihirdetünk egy mondjuk nyereményjátékot, hogy találjunk közösen folytatását ennek a szép közmondásnak, ami most aktuális, és mindenkinek a szívéhez szól. Hol lehet ezt majd megtalálni, a Lengyel Intézet honlapján? A Lengyel Intézet honlapján, illetve a Facebook oldalán. Úgyhogy jó, hát aki szeretne ebbe beszállni. Biztatok arra, hogy közösen rímeljünk és játszunk egyet. És akkor lengyelül is lehet rá jelentkezni, tehát lengyel szöveggel is, magyar szöveggel is. Természetesen. És oda-vissza lehet fordítani, hát ez ragyogó. Hát ha valaki annyira ügyes, akkor annál is jobb, ha két nyelvváltozatban születik rögtön, de lehet lengyelül, lehet magyarul. Honnan van egyébként ez a mondás eredendően? Szabad azért hozzátenni azt ugye, hogy a lengyel bratanek szó, az ugye valamiképpen unokatestvért, rokont jelent, és régen magyarul is volt egy olyan formája ennek a szólásnak, hogy egy testvér, a magyar és a lengyel. De ez aztán a 19. századtól ez egy kicsikét elhalványodott, úgyhogy ma ezt szoktuk mondani, hogy két jó barát.
Hát persze ugye hát tudni kell, hogy a barát magyar szónak azért az etimológiája az kapcsolódik a szláv nyelvekhez, tehát a brat szóhoz. Igazad az, hogy pólóban van. Mi van ráírva a pólójára? Mert mindig együtt. Mindig együtt, mind a és a lengyel és a magyar zászló van rajta, ugye közösen? Igen, igen. Ez egy lengyel zenekarnak a szép polója. Lengyel zenekarnak? Igen, hát tőlük kaptam meg. Úgyhogy már hogy egy lengyelországi lengyel zenekarnak van egy ilyen száma, és az ő pólójuk ez? Nem, ez a lengyel zenekar, mint általában sok lengyel. Értem. Nagyon ápolja a lengyel-magyar barátságot, és ennek jegyében megtervezte ezt a pólót. Én ajándékba kaptam, amit nagyon... Igen, amikor azt mondta a Kisgyé Csaba, hogy unokatestvér, akkor azért nem állt messze a valóságtól, mert hogyha visszanézünk tényleg 1000 évre, kicsit több, mint 1000 évre, akkor tulajdonképpen a magyar királyaink ereiben lengyel vér is csörgedezett ma az elejétől, és a lengyel királyok vérében is csörgedezett magyar vér. Ez egész Európában általános volt természetesen, hogyha hát de mégis, a magyar királyokat, azért ez mégis más. Igen, hát ugye itt még egy romantikus magyarázatot is föl lehet eleveníteni, nevezetesen ugye a magyaroknak a mítosza, ugye a keleti származásról, ugye a szittyák, a szkítiából, hát a lengyeleknél pedig ott van a szarmata származási monda, ugye a lengyel nemesség, ugye szarmata eredetűnek tartotta magát, tehát ezek a romantikus mítoszok is tulajdonképpen összekapcsolnak bennünket. Na hát romantikus mítoszok, és aztán egyszer csak elkezdenek genetikusok vizsgálódni, és akkor kiderítik, hogy mégiscsak van valami a mítoszokban. Hát hogyne, hát egyébként a legtöbb genetikusan, a legtöbb rokonság bennünket a szlovákokkal, a lengyelekkel fűz össze, hát ez természetes, hát azért csak volt egy 1000 éves együttélés. Na hát akkor nézzük meg a múltunkat, és most Kovács Istvánhoz fordulok. Ugye valahogy ott kell találnunk, vagy megkeresnünk az első kapcsolódási pontokat, amikor Géza fejedelem a lányát feleségül adja egy lengyel herceghez, vagy fejedelemhez? Hát a kapcsolat korábbról datálódik, mert állítólag a maga az, hogy a magyarok lengyelek, a lengyeleket lengyeleknek hívják, az onnan ered, hogy a honfoglalás idején egy katonai csoport nem kelt át a Kárpátokon, hanem Semisl és Halics térségében egy ütköző zónát alakított ki, hogy fedezze a Kárpátok átjáróit, és ezen a területen a Lengyan nevű lengyel népcsoport élt, és ez a erre bizonyíték 1970-es években Semisben egy lakótelep ásatásai során magyar előkelők sírjaira bukkantak, ezek egyébként Semisben a Nemzeti Múzeumban megtekinthetők. Tehát az együttélés az valamikor 900 és 950 között már megtörtént. Az 50-es években ez a katonáskodó csoport ez átkelt a Kárpátokon. Tehát emiatt a Kárpátoktól északra élő szláv törzsek mindegyikét a magyarok lengyeleknek hívták. Igen, no hát akkor most újra Johannát szólítanám meg, hogy mi úgy nevezzük a lengyeleket, akik magukat nem lengyelnek nevezik, ugye úgy nevezzük, hogy lengyelek, de lengyelül a lengyel az polonéz, vagy polónia, vagy... Hogy van pontosan? Lengyelország, Polska, Polak, a lengyel. Jó. Egy másik törzstől származik, Polán törzstől, ahonnan én származom tulajdonképpen, Poznány környéke, a negy Lengyelország. Ez a Lengyelországnak a bölcséje. És a magyarokat, nem magyarok. Igen, Nagy-Lengyelország. Igen? Mondja csak Kovács István. Igen. A Nagy-Lengyelország tulajdonképpen, ha pontosan akarnák fogalmazni, és ezt Csaba nagyon jól tudja, Ó-Lengyelhonnak kellene. Tehát az ősibb a régebbi Lengyelország. Hát ugye régen magyarul azt mondták, nagybetűs könyv, ugye az öregbetűs könyv. Tehát ez a jelvi. És a magyar elnevezés az hogy van lengyelül? Vengér. És az miből van? Ez jó kérdés. Hát ha a nagyra becsült Kovács István, mintha akarna valamit mondani. Ez az Angr, valószínűleg az Onogur törzsszövetséghez tartozott a honfoglalásra készülő magyar ság, hát beleértve természetesen a többi törzset is, és őket valamennyien a délszláv, bolgár, elsősorban bolgár és a görög krónikákban onogúroknak, angroknak nevezték. Tehát a magyarság elnevezése, ez a Vengr, meg az Ongroa, meg az Ungarn, ez
ennek a gyökeit keresem. No, hát minden esetre akkor most visszamentünk elég szépen a történelemben. Én az elhangzottakhoz csak annyit tennék hozzá, nem tudom, hogy van-e tudományos alapja, mert én a 20. századdal foglalkozom alapvetően, hogy egy történész barátom mondta még annak idején, amikor egyetemisták voltunk, hogy a pán szó, lengyel szó, az a Pannonia, a római provincia nevéből adódik, és hát a pán, tehát az Pannonia provinciából való. Hogy ennek mennyi a tudományos alapja, azt nem tudom, mert ismétlem, nem foglalkozom ezzel a korszakkal. De mint érdekességet. Népetimológia egyébként. Igen. De hál' Isten olyan környezetben vagyunk, hogy megkérdezhetjük a tudósokat, mit mondanak erről. Igen. Nem, hát ez népetimológia természetesen, ugye, de hát érdekes a pán, ugye, amikor az ember először Lengyelországba jár, és nem tud lengyelül, megtanulja nagyon hamar pán, meg pányi. Ugye a lengyelek azért ezt megtartották a mai napig, ugye, hogy uram, asszonyom, ezt a megszólítást. Ugye ezt lehetne tanulni tőlük ebbe egyébként. Hát igen. Igen, ahogy a magyar nyelvben is például a kommunizmusban is megmaradt az, hogy ügyvéd úr, doktor úr, tanár úr. Ez a három. A lengyeleknél viszont megmaradt a pán és a pányi, tehát úr és úrhölgy, és még az elvtársak is, amikor nem a pártgyűlésen szólították egymást, hogy tovazs is, tehát elvtárs, akkor a civil életben egy pártitkár is az ismerősének, a feleségének mondta, hogy prosepányi, kérem, hölgyem. Tehát nem lehetett mondani, hogy elvtársni a civil életben, hanem, mint régen, és a történelmi kezdetétől fogva, mert a lengyel az egy udvarias nép, nagyon kedves és udvarias nép, és akkor a pán, pányit, a párt végül is nem is tudta volna kitörölni a lengyel köznyelvből. No hát, ugratunk egy 1000 évet, de én mégis megkérném Kovács Istvánt, hogy menjünk vissza a kezdetekhez, és akkor csak így címszavakba próbáljuk meg feleveleníteni, mondjuk az Anjou korig, 1335-ig, aztán ott megállunk egy pillanatra a kapcsolatainkat. Ugye Szent László királyunknak például az édesanyja lengyel volt, ugye Richeza vagy Rixa hercegnő. Richeza a második Neskónak a lánya. Valóban a két ország a kezdeteket illetően nagyon hasonló módon alakult meg. Ugye a lengyel államot Vitéz Boleszló alapította, a magyar államot pedig István király, és szinte egy időben történt ennek az államnak a megalapítása. A Lengyelországban a kereszténység felvétele korábban megtörtént. Első Mieszko révén már 966-ban Magyarországon ugye hát egyezményesen 1000 körül történt a kereszténység felvétele. Viszont a István harmadik Ottótól, aki egyébként nagyon jó kapcsolatban volt második Szilveszter pápával, megkapta Szent Móricz láncsáját 1000 körül, amelyik akkor a királyi hatalom jelképe volt. Ugye Dlugos, Ján Dlugos a 15. század híres krónikai írója leírja, hogy a magyar és a lengyel küldöttségnek második Szilveszter pápa kellett, hogy a küldöttség tagjai közül válaszol, hogy melyiknek adja oda a koronát, és Dlugos pedagógiai célzatból hát a lengyeleket nagyon meglódta második Szilveszteren keresztül, és a koronát, ezt a Szent Koronát a magyar küldöttség tagjainak adta. De valójában történetileg hitelesen István nem koronát kapott, hanem Szent Móricz láncsáját. Ez a láncsának a képe látható a Szent István által veretett dénárokon is. Na még a Szent Korona... De hát a legenda nagyon szép. Igen, bocsánat, Kisgyé Csaba. Folytatnám, amit Kovács István mondott. Ugye hát a Szent Korona magyarokhoz érkezésének van egy legendája természetesen. Azt hiszem, ezt mindannyian ismerjük. A lengyel-magyar krónika, van egy ilyen kompiláció, emlékezik meg arról, hogy ugye mégis hát nem a lengyeleknek szánt koronát végis a magyaroknak adja, de a pápa maga elé hívja a két küldöttséget Rómába, és azt mondja, hogy ennek ezokból, mármint hogy a magyaroknak adtam a koronát, ne legyen viszály a két nép között sohasem.
ne legyen viszály a két nép között sohasem, de most mégis ugarunk el egy nagyot, mert ha így maradunk, akkor elmegy a műsoridőnk, és nem jutunk el 1100-ig sem. Úgyhogy most 1335-ben egy nagyot ugrunk, de csak azért, mert hogy azt gondolom, hogy akkor tudunk beszélni a máról is már. Vagy 1335, ez ugye a visegrádi király találkozó, amikor Károly Róbert magyar király, hát hosszas előkészítés után persze meghívja a cseh királyt és a lengyel királyt, és tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy szövetséget kötnek. És ha ma 2021-ben megnézzük Európa térképét és az európai geopolitikát, akkor tulajdonképpen hasonló viszonyokkal találkozunk, és akkor most menjünk vissza 1335-be, azért, hogy egy kicsit a mát is értelmezzük. Kovács István. 1335-nek azért nagyon fontos előzménye az, hogy a két évszázadon keresztül a széttagoltság állapotában lévő Lengyelországot Lokjetek Ulászló Károly Róbert segítségével egyesítette. Neki köszönhető az, hogy Lengyelország újjászületett 1320-ban, akkor koronázták meg Lokjetek Ulászlót lengyel királlyá, akinek a lánya Erzsébet Károly Róbert felesége volt. És tehát a két állam gazdaságilag, politikailag, katonailag nagyon szorosan együttműködött, és ez az együttműködésbe bekapcsolódott maga a cseh uralkodó is, hiszen fontos volt az, hogy Bécs árumegállító jogát kiiktassák, és a Nyugat-Európába irányuló kereskedelem részben a 35-ös konferenciának, királytalálkozónak köszönhetően Prágán keresztül bonyolódjon le. Tehát itt egy nagyon szoros politikai és gazdasági érdek mozgatta és jellemezte ezt a királytalálkozót. Csak most azért mondom, hogy ugorjunk egy nagyot az időben, mert ugorhatunk valamikor a 90-es évek elejére is. Nem tudom, hogy pontosan 1993-ban volt talán, ugye a V4-es első találkozó? Nem, 91-ben. 91-ben, ne haragudjon. Most 30. évfordulóban. Hát 30. évfordulóban. Jó, na hát akkor erről beszélünk egy kicsit, mert Antal József elképesztő politikai zsenialitásról tanúbizonyságot téve felelveníti ezt a kapcsolatot. Azért ennek volt egy kis előzménye, és hát akkor annak idején én benne voltam a politikában, ez régen volt, hiszen 1990. április 9-én Václav Havel elnök elhívta Magyarország és Lengyelország vezetőit egy találkozóra Pozsonyba. Na most ez nem a legjobban kiválasztott időpont volt, mert nálunk április 8-án volt a választások második fordulója. Tehát volt egy ilyen cseh próbálkozás, és lengyel szempontból is egy kicsit billegett, hiszen a lengyel delegációt maga természetes módján a köztársasági elnök, vagyis Jaruzelszky tábornok vezette. Tehát akkor még egy ilyen Lengyelországban egy ilyen egyensúly hiány is volt egy kicsit, nálunk pedig teljesen. Nos, hát ez volt az első alkalom, de azért én szeretném hozzátenni, hogy azért a Magyar Demokrata Fórum azért egy komoly előzetes munkát tett azért ebbe. Ugye hát Antal József kicsit később kapcsolódott bele ebbe, és aztán ő pedig 1990. novemberében volt egy európai biztonsági találkozó, nagy európai találkozó, ugye a választások után Párizsban, és ott hívta meg Havel elnököt és Valenza elnököt Visegrádra. Következő év februárjára. Ugye ez tulajdonképpen a mai V4-nek az alapja, ugye 1993-ban szétválik Csehszlovákia Csehországra és Szlovákiára, és utána már V4-ként emlegetjük. Hogyha ma rápillantunk erre a kezdeményezésre, akkor lengyel szempontból mi az értéke ennek? Szerintem a legfontosabb az, hogy az a barátság, összefogás, szolidaritás, amely mindig is jellemezte a lengyel-magyar kapcsolatokat, most a többi országra is kiterjedt. És mondhatnám, hogy példát adunk a többi közép-európai országoknak, hogy kell együttműködni. Az előbb, amikor Kovács István mondta az 1335-ös történetet, akkor nagyon, hát tulajdonképpen mai szavakat használt, gazdaságpolitikáról beszéltünk, Bécs áru megállító jogáról beszéltünk, hogy hát azért jó lenne, hogyha ezt a térséget is helyzetbe hoznánk. A geopolitika ez alatt a, hát majdnem 700 év alatt mennyit változott? Nem tudom, kitől kérdezem, Kisgyé Csaba. Hát alapjában véve azt hiszem, hogy nem. Országaink helyzete, és hogyha rátekintünk a szélesebb
környezetre, vagyis a tengerek közötti világra, Balti-tenger, Fekete-tenger, Adria közötti világra. Ennek a térségnek a helyzete azért nagyon sokban hasonló volt 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, és a mai nap is. Tehát ugye meg kellett a nyugat-európai világgal a kapcsolatainkat szilárdítani, bizonyos sajátosságok függetlenség egyében, és hát számolni kellett a keleti inváziókkal, ugye a tatároktól kezdve a törökökön át, ugye egészen a moszkvai birodalomig. Nem véletlen az, ugye, hogy kialakul a 15. században az úgynevezett, ugye az Ante Murale Christiani Tatis, tehát a kereszténység védőbástyája, amiben hát beletartozott természetesen Lengyelország, és hát a Magyarország ugye a horvátokkal együtt. Hát igen. Ez egy szintén egy fontos üzenete a történelem. És nagyon, nagyon fontos az, hogy 1364-ben Krakóban volt egy újabb király találkozó, és ezen már megjelent Ciprusnak a képviselője is, és felhívta a figyelmet arra, hogy Ciprust fenyegeti az oszmán terjeszkedés, tehát és előbb-utóbb Európának ezt a térségét is, tehát az Adria és a Baltikum közötti térség is szembe kell, hogy nézzen erre a veszélyre, és próbálta Ciprus uralkodója mozgósítani ezen a király találkozón részt vett uralkodókat, részt vett egyébként a Dánia királya is, az összefogásra, hogy ezt a még egyelőre nem teljesen érzékelhető oszmán veszélyt közösen elhárítsák. És ugye 1364, ugye olyan időpontról beszélünk, amikor már Nagy Lajos a király Magyarországon, aki aztán lengyel király is lesz, tehát egy perszolán unióban, hát mondjuk úgy, hogy egyesül a két ország. Ezt mennyire tartja számon a lengyel emlékezet Nagy Lajos királyt, vagy inkább már Báthori István tartják számon? Mondhatnám, hogy a Nagy Lajosnak leginkább Szent Hedviget köszönhetjük lengyel szemmel, de természetesen, hát mi Ludwig Wengerskinek nevezzük, a nagy jelző inkább Magyarországon van érvényben, de Szent Hedvig, ez már nagy kiválósága a lengyel történelemnek. Beszéljünk róla akkor egy kicsit, jó, hát mégiscsak a kapcsolatainkhoz tartozik ez is. Ez azt jelenti egyébként, hogy... Bocsánat, mindjárt, és aztán... Nem átadom a szót professzor úrnak természetesen. Nagy Lajos nem volt népszerű Lengyelországban, mert igen, az eskü tétele ellenére nem tartózkodott lengyel földön, hanem édesanyja Erzsébet volt a lengyel királyság kormányzója, aki természetesen magyar hivatalnokokkal vetette magát körül, és hát nem volt népszerű maga Erzsébet se, főleg azután, hogy... A Vörös Lengyelország délkeleti részét litván támadás érte, onnan elhurcoltak 20 ezer foglyot, és amikor ennek a híre eljutott Krakóba, akkor egy úgymond magyarok elleni lázadás robbant ki Krakóban, ahol vagy 165 magyar hivatalnokot agyonvertek, ez már egyébként második, ez valamikor az 1770-es években történt, vagy a 80-as évek elején. Igen, tehát Nagy Lajos, 300. Nagy Lajos uralkodását persze újra kell értékelni, mert a lengyel királyság modernizálásában, a hivatalnok rendszerének a kiépítésében azért nagyon pozitív szerepet játszott, és az ő katonai segítsége nélkül nem lehetett volna elhárítani a rendre megismétlődő litván támadásokat. Egyébként ennek az elhárításának a módja teremtette meg a Lengyel-Litván Uniót, amelyben hát meghatározó szerepet játszott Hedvig királynő és Jagellas litván nagyfejedelemnek a házassága, és ez egyben azt is jelentette, hogy a litván nagyfejedelemség Európának akkor a legnagyobb állama volt egyébként, ekkor vette fel, a házasság révén vette fel a kereszténységet. Igen, tehát Szent Hedvignek ez a szerepe akkor a lengyel-litván közös történelemben és a lengyel történelemben is. Igen, a lengyelek Jadvigát, ahogy ők mondják, Hedviget sokkal jobban értékelik, szeretik és becsülik, mint az apját. Ugyanis Nagy Lajos, hogy a professzor is említette, ritkán járt Lengyelországba, viszont elkövetett egy negatív dolgot, amit a lengyel történetírás negatívként értékel, nevezetesen a kassai kiváltságokat.
kiváltság levelére gondolok, a Psivileje Kosicke, amely adócsökkentés volt a lényege, és a lengyel államkasszába kevesebb pénz folyt be. És tudják a lengyelek, a történészek is, hogy méltán nevezik a magyarok nagynak Nagy Lajost, viszont Lengyelországban, hogy az igazgató asszony is említette, Magyar Lajosnak hívják. No, akkor... Hát ez volt a feltétele egyébként annak, hogy nőágon válaszolnak a lengyelek király, tehát hogy beleegyezzenek abba, hogy Hedvig király nője, királya legyen Lengyelországnak. Nem is királynéja, nem is királynője, hanem király. Lengyelország királya. No, Rákóczit még kihagyhatjuk esetleg, de Bátor István semmiképpen ne hagyjuk ki, mert mégiscsak ugye erdélyi fejedelem volt, nem is akármilyen erdélyi fejedelem, és 1576-ban, talán május 1-én választották lengyel királyá Krakkóban, a Vávelben. És azt hiszem 10 év volt, ugye? Akkor koronázták. Koronázták meg, korábban megválasztották lengyel királyát. Rendben van. Jó. Márciusban indult Lengyelországba Erdélyből 445 évvel ezelőtt, és ebből az alkalommal most Báthori emlékévet ünnepelhetjünk, mint Lengyelországban, mint Erdélyben, Magyarországon és Litvániában is, mert megtudtam, hogy ott is élnek magyarok, akik erre emlékeznek. És egyetemet alapított Vilnában, ugye Litvánia fővárosában, egyetemet alapított Báthori István. Ez a mai Vilnius. A mai Vilnius. Litvánul. Litvánul. A régi magyar neve az, hogy Vilna. Igen, csak hogy a nézőink mindegyik el tudja helyezni a térképen most. Igen, 1579. május 1-én alapította a Vilnai Egyetemet, hát a korábbi jezsuita kollégiumot alakították át egyetemmé. Igen, és úgy látszik ez a május első. Első rektor az egy híres lengyel pap volt, Piotr Skarga, aki az elkövetkezendő évtizedekben a lengyel parlamentben rendkívül hevesen bírálta a fennálló lengyel viszonyokat, és megjósolt azt, hogyha a belbéke nem teremtődik meg Lengyelországban, akkor Lengyelország darabjaira fog hullani. Igen, és ez 101 néhány év után ugye be is teljesedett, amikor három ország felosztott egymást, három birodalom felosztott egymás között, vagy két évszázad múlva. No, tehát ez az időszak az, amikor mondjuk Lengyelország olyan állapotban, olyan helyzetben van Báthori István uralkodás alatt, hogy rettegett Iván hadait is megveri. Ugye? Bocsánat, ne haragudjék, szerkesztő úr, de ezt annak idején Sztálinnak találták ki ajándékképpen a magyar történészek. Igen. Magyarul mindig ugye a Grozsnynak az a jelentése, hogy rettenetes. A régebben a magyar történészek úgy írták természetesen, hogy rettenetes. Úgyhogy ragaszkodjunk ehhez a... Jó, rendben van. Formához. Mentségemre váljon, hogy 1986-ban kaptam a diplomát, és még így tanítottak, de szívesen elfogadom ezt. Szerkesztő úr, egy rövid megjegyzés az elhangzottakhoz kiegészítésül. Nevezetesen a lengyel történetírás sokkal többre tartja Báthorit, mint az előbb említettek miatt Nagy Lajost. Többek között azért, mert ekkor ugye az orosz cár seregeit is Szmolenszk alatt, a nevezetes Szmolenszk alatt legyőzte. Jammatejkónak is van egy ilyen híres történelmi festménye, hogy Báthori pod Pszkovem, Báthori Pszkov alatt. És akkor Lengyelország területe közel 1 millió négyzetkilométer volt, Európa legnagyobb szárazföldi állama volt, lakossága is ennek megfelelően jelentős, igaz, hogy több nemzetiségű, és ezt a birodalmat Báthori nagyon erős kézzel tartotta egybe. Például a krakkói diákok, amikor tanulás helyett sztrájkoltak és könyveket égettek, tiltakozás jeléül, akkor Báthori az emberekkel összefogadta, összegyűjtötte ezeket az embereket, fiatal embereket, diákokat, és néhányat közülük lefejeztetett, nyilvánosan Krakkó főterén, a piacterén, mondván azt, hogy már pedig rendnek kell lenni. Ez az egyik, amit el szerettem mondani. A másik. Igaz, hogy a házasság, illetve nem a házassága, hanem a királyságának az volt a feltétele, amikor az erdélyi urak ezt letárgyalták Krakkóban lengyel főurakkal, hogy Anna Jagellonkát, aki jó pár évvel, talán tizenvalahány évvel idősebb volt, mint ő, el kell vennie, mert különben nem lesz király. Hát a magyar urak, akik mondom Báthorit képviselték, azonnal igen mondtak, ez így történt, és hogy mennyire tisztelte és szerette ezt az idősebb asszonyt bizonyságra, hogy Vilnóba halt meg, és gyalog kísérte a koporsóját Krakkóig, amíg el nem temették, és Báthorinak ma a krakkói királyi kriptákban
most egy felújított, nagyon szép síremléke van. Én, amikor ott tanultam a 70-es évek közepén, akkor is a magyar turisták ezt tudták, legalábbis akik tudták, azok felkeresték. Iskolai csoportok hoztak virágot, mert tanúja voltam ennek, nemzeti színű szalaggal átkötve, és a himnuszt és a szózatot ott elé énekelték. Ez egy nagyon szép dolog volt. Ugrálni fogunk a történelemben megint, de kell, mert hogy el kellene jutnunk valahogy a 20. századig, de most el is jutunk gyorsan, mert 1914, ugye a nagy háború, az első világháború, ahogy most fogalmazunk, és akkor Lengyelországnak valamiképpen felcsillan valami remény, hogy újra önálló lehet. És Magyarország, illetve a magyarok valamennyire ebben segítenek, lengyel légiók, ahogy belépnek a lengyel légiókba, és ez már az önkutatási területe. Igen, valóban. Ez úgy röviden, hogy történt ez? Nagyon röviden összefoglalva, hiszen tudom, hogy szalad az idő. Körülbelül 600 magyar fiatal, tessék elképzelni, 14 és 18 éves valójában gyerekek, Budapesten főleg szakmunkás tanulók, volt közöttük nem egy zsidó fiú is, akik boltos segédek voltak, tehát felszabadultak, az 17 éves körűek lettek, de volt olyan magyar, nem egy, név szerint ismerjük őket, én 560 nevet gyűjtöttem össze is abban a könyvben, amely megjelent magyarul. Mutatom. Ott épp egy nagykanizsai fiú látható a címlapon, 15 éves volt, szakmunkás tanuló volt Budapesten, és belépett a lengyel légiókba. Lemberg alatt szeptember elején 14-ben tüdőlövést kapott, abból kigyógyították, lengyel altiszti katonai iskolát végzett, azonban alkalmatlan volt további szolgálatra is, eljött haza. Bocsánat, mutatom ennek a lengyel kiadását is ennek a könyvnek, de folytassa csak. Igen. És az, hogy egyáltalán mik voltak a lengyel légiók? Igen, természetesen a lengyel légiók azok lengyel önkéntesekből alakult lengyel hadsereg volt, lengyel vezényleti nyelvvel, döntően lengyel tisztek, lengyel tartalékos tisztek, osztrák-magyar tartalékos tisztek vezetésével, amelyek az osztrák-magyar közös hadsereg mellett a keleti fronton harcoltak. És csak a keleti fronton lehetett őket bevetni, sehol másutt. És ebben léptek be a magyarországi fiatalok. Voltak közöttük szabadkaiak, felvidékiek, a mai Románia területéről származó nagybányai gyerekek. Tény az, hogy megtaláltam az egyik magyar századnak, mert kettő magyar század volt. A név sorát, kérem szépen, 96 főt tartalmaz, ebből 94 magyar nevű, illetve hát sváb magyarok is vannak közöttük nevűek, viszont a parancsnokuk és a parancsnok helyettes a századnak az lengyel. Fönnmaradt ez a névsor. És ugye ezért mondottam, hogy gyerekek voltak ezek. De miért léptek milyen... be a légiókba? Tehát mi igen, az ok, amiért meghálálni a 48-49-es segít? Természetesen csak tényleg? Még egy mondat kívánkozik igen. A szerkesztő úr mondata elé, nevezetesen az, hogy a lengyel hadvezetés, mármint a légiók hadvezetése látta, hogy ezek lelkesedésből jöttek, ezek gyerekek még, kaptak 3 vagy 4 heti kiképzést Lengyelországba, Galíciába, és már is mentek a kárpátaljai frontra, mert az orosz betörés elhárításához ott volt rájuk szükség. És ezek a fiatalok, hogy ne pusztuljanak el, hát tapasztalatlan gyerekek voltak. A lengyel légiók parancsnokságának a vezérkari százada volt az egyik magyar század. Tehát visszavonták őket a hátországba. Igen, mert a parancsnokság nem az első vonalban van, tehát hogy ne essenek áldozatul a tapasztalatlanságuknak. A második század azt pedig valamilyen okok miatt feloszlatták, és érzésem szerint is utalnak rá a dokumentumok is azért, mert megfáztak Kárpátalján, azon a téren, 14-15 terén, olyan fantasztikus hideg volt, hogy ezek a gyerekek tüdőgyulladást kaptak. És azt mondták a tisztek, na gyerekek, menjetek haza anyukához is. Így a másik magyar század az eltűnt a harctéről. Összesen 600-an voltak, nekem van 565 nevem. No hát igen, az a helyzet, hogy most nyilván 1848-49-ről is igen, beszélnünk kellene, nem válaszoltam, 3 mondatot. Nem válaszoltam Kovács István tud erről beszélni. Nem válaszoltam István. Az ön kérdésére. Igen? Hát az, hogy miért léptek be, nagyon fontos. A 48-49 volt egy ilyen közvéleménykutatás a 30-as években a lengyel hadügyminisztérium kérésére. A lengyel tiszteket megkérdezték, hogy mi a véleményetek az akkori magyar gyerekekről. Egyik tiszt azt mondta, hát ők azért léptek be, mert 48-49 és hálából, Bem és Dembiszkért. A másik magyar azt mondta, hogy úgy is kellett volna belépnem a háborúba, akkor inkább nem az osztrákokkal, hanem veletek megyek, lengyelekkel. A harmadik azt mondta, hogy a barátom is elment, én is mentem, és
kellett vinni egy igazolást, hogy elmúltam 16 éves, mert a törvény azt mondta, a légiósra vonatkozó törvény, hogy 16 év alatt nem lehet, de 16 évtől fölfelé is még szülői engedély kell. És a magyar fiatalok egymásnak írták a szülői engedélyt, leadták Budapesten a lengyel sorozóbizottságnak, és már vitték is őket kiképzésre Galíciába. Az a könyv, amit betetszett mutatni lengyelül, az alapján film készül most Lengyelországba, és annak a kúriának a falán emléktábla lesz, ahol az első 200 magyar 14 őszén megérkezett. Hál' Istennek, akkor a lengyelek ezek szerint készítenek a filmeket a történelmükről. Én is nagy örömmel látom ezeket a történelmi filmeket. Igazán elkaphatná ez a hév a magyar filmrendezőket is. 1848-49 Kovács István, néhány mondatban legyen kedves. Én 30 éves munkával feldolgoztam a szabadságharcban részt vett lengyelek életrajzi lexikonát. Ebben 3415 életrajz szerepel, van, amelyik csak 3 mondat, van, amelyik 6 oldal. Tehát a szabadságharcban körülbelül 5000 lengyel vett részt. 3500-an az erdélyi és a magyarországi lengyel légióban, és egy olyan 1500-an, lehet, hogy 2000-en is a honvédsereg különféle alakulataiban. Tehát akkor korán sem csak Bemről és Dembinszkiről, tehát nem a tábornokokról, Viszackiról. Hihetetlen izgalmas sorsok. No, hát akkor erről is kell filmet csinálni majd, remélem, hogy lesz majd. De a kezemben van még egy könyv, és akkor most ne ugorjunk nagyot már az első világháborúnál, csak 1920-ban. Mert ugye az történik, hogy megalakul az önálló Lengyelország, és pillanatok alatt kap egy bolsevik támadást, Szovjet-Oroszország megtámadja. És a Visztulánál a lengyelek, hát mondhatjuk azt, hogy magyar segítséggel is megállítják ezt a bolsevik haderőt, amelyik egyébként az óceánig szeretne menni a világforradalom érdekében. Egy könyvben feldolgozta, ezt most mindjárt megmutatom, és addig mondja el a történetet, szintén röviden legyen kedves. Igen, a szovjet-lengyel háborúról készítettem egy 600 oldalas dokumentum kötetet, amelyet Lengyelországba kiadtak, és Magyarországon is rövidesen nyomdába kerül, és ebben a lengyel-magyar kapcsolatok politikai és katonai részére vonatkozó dokumentumokat gyűjtöttem össze. És ebből világosan és egyértelműen kiderül, amit szerkesztő úr egy rövid mondatban összefoglalt, hogy magyar segítséggel is, meg főleg arattak győzelmet, és így megmentették Európát, egész a csatornáig elmentek volna a szovjetek, hogyha Varsót beveszik, és így 25 évvel kitolódott Kelet-Európa bolsevizálása. Ez a végeredmény. Azonban a magyarok, hogy a lőszeren kívül mit küldtek és hogyan támogatták Lengyelországot. Hát Teleki Pál volt ekkor 1920 nyarától a miniszterelnök, és ő minden elképzelhető erejét bevetette, hogy a nyugat segítse meg Lengyelországot. Ilyen beszédet mondott a magyar parlamentben is, a jubileum kapcsán éppen lengyel kollégáim kérték tőlem ennek a Teleki beszédnek a szövegét, amelybe ezt megtette, és lőszerszállítással, egyéb hadianyagszállítással, gyógyszerek szállításával, meg kell említenem, hogy 300 vagon gyártott a lengyeleknek a ganzmávag teherszállító vagont és szénszállító vagont. A tehervagonok vitték a lőszert, a szénszállító vagonok pedig hozták Lengyelországból a fekete szenet a csepelművek számára, hogy tudjon termelni a lengyeleknek. Összességében 18-ba, 19-be, 20-ban és egész 21 márciusáig szállítottunk lőszert, magyar lőszert Magyarországról, és Nyugat-Európából, Görögországból származó lőszert is, Magyarországon, Románián keresztül és Csernovicon keresztül Varsóba. És ugye egy frissen, Trianonnal frissen sújtott országról beszélünk, tehát így is értelmezhető ez hát a segítség. Trianonnal, meg hát a bolsevik hát kommunnel, ugye, ott volt a tanácsköztársaságnak a réme azért a magyar társadalom előtt, ugye, tehát De ugye abban az időben, ha jól tudom ezt a történetet, például szünetelt a lőszerszállítást, a tanácsköztársaság idején nem küldtek lőszert a lengyelek. Igen, szerkesztő jól tudja, hogy... Persze nem is küldhettek, hiszen a... Kellett a tanácsköztársaságnak is az, ami volt. És két olyan nem titkot, mert aki nem hallotta, esetleg vannak titok, és szerkesztőröt megkérem, legyen kedves megmutatni egy fényképet. Ez Fialoszky Lajos magyar királyi főhadnagyot ábrázolja a 30-as évben, itt éppen őrnagyi rendfokozatban van egy sok háborús kitüntetéssel. Ő lengyel származású volt, nagyapja Galíciából, Borscsov városából, azt hiszem államhivatalnok volt, és átvezényelték Magyarországra, itt maradtak, teljesen magyarrá váltak, Ludovikát végzett, első világháborúban részt vett, és ő 1919-ben a műegyetemi zászlóaljban szolgált, egyik századnak volt a parancsnoka, és ez az egyik század pakolta
a lőszert a Csepeli szabad kikötőben egy uszályból vagonokba. Aki erről írt szemtanúkönyvet, az csak annyit ír, hogy az első nap 8 vagon lőszert pakoltunk be. És tudnunk kell, hogy 18-ba szállítottunk a lőszert lengyeleknek akkor, amikor nem volt semmi. A ukránok ugye föllázadtak, elfoglalták Lemberget, magyar lőszer kellett, szállítottunk nekik. 19-ig a tanácsköztársaság létrejöttéig 20 ezer tüzérségi lőszert, 20 millió gyalogsági lőszert szállítottunk. 19-ben ez megakadt a tanácsköztársaság miatt, 20-ba újra kezdődött, és egész 21-ig folyt. És hadd említsem meg, és ajánlom a magyar pedagógusok figyelmébe, hogy így néz ki a hazafiság, lehet tanulni a lengyelektől. A Szkiernyevicében, ahova megérkezett ez a lőszer, a varsói emléktáblának a mását helyezték el 2013-ban talán. Én kaptam egy fényképet az ottani polgármestertől, és képzeljék el, mi van rajta. A varsói illetve a Szkiernyevicei pályaudvaron ott van a kétnyelvű emléktábla, előtte óvodások, egy-egy szál virággal, ott csoportosulnak az óvónéni mellett, ekkor készült a kép. Kivitték a kis óvodásokat, akiknek már nyiladozik az értelme, és elmagyarázták nekik, hogy azért vagyunk itt, azért hoztuk a virágot, hogy a magyaroknak megköszönjük azt, hogy 20-ba a magyar lőszerrel vertük meg a bolsevikokat. No, hát itt egy barátság kultuszáról van szó tulajdonképpen, arról kezdve még néhány szót mondani, mert ez valóban 1848-49 után kezdődött, megerősödött a magyar társadalomban, és a Bach rendszerben az ellenállás idején is, a nemzeti ellenállás idején is, ez nagyon fontos volt a lengyel kapcsolat, ugye, hogy a 1860-as évek elején már mozgulódás volt Lengyelországban, nálunk is ugye a Bozsecos Polszke, Istenki lengyel hont, ugye akkor született a magyar fordítása. És ment ez a lengyel barátság kultusza, aztán a csúcsra jutott tulajdonképpen a szabadságharc évfordulójánál. Tehát az 1870-es évek, 80-as években ez igen magasra jutott. Ez áthatotta az egész magyar társadalmat. Tehát itt egy, hogy is mondjam, egy nagyon hosszú időre visszatekinthető kultuszról beszélhetünk, amit egyébként 1950 után a kommunista rendszer azért eléggé elvágott. De azért 1981, én akkoriban jártam ki Lengyelországba, azért az emberi kapcsolatok, ezek a föld alatti kapcsolatok is, azok azért megmaradtak ebben az időben is. Tehát a hivatalos kapcsolatok azok lehet, hogy így elvágottak. Hát igen, igen, de nem csak azt hozzátenném, azt ugye ez egyéni tapasztalat, hogy a 60-as években tulajdonképpen a lengyel barátság az egy kicsit ilyen ellenzékiség volt. Azt nem nézték jó szemmel. Budapesten még a Hazafias Népfront keretében sem lehetett magyar-lengyel egyesületet alapítani. Az nem volt szabad. A magyar-lengyel az egy gyanús dolog. Aztán csúcsra jutott ez, amit szerkesztő úr mondott, 1980-ban, amikor megszületik a szolidaritás. Hát akkor ugye a magyar cenzúra, én nekem Mickiewiczről nagyon rövid újságcikket írtam, mondatokat kihúztak bele, mert ugye a lengyelek szabadságáról volt lenne. Igen. Na most, annyi mindent. Igen. A Tiszatáj június száma. Igen, szóval most annyi mindent kellene elmondani, csak néhány mondatban összefoglalom, hogy 1939, ugye ez is egy nagyon fontos dátumunk, hiszen lesz újra magyar-lengyel közös határ, és 1939. szeptemberében a lengyel hadsereg és egy jó néhány egysége, és hát lengyel civilek is Magyarországra tudnak menekülni. És itt a magyarok, a teleki kormány természetesen teljes barátsággal fogadják őt, és ez hagyján, de az egyébként német szövetségben lévő magyarok átengedik őket a határon, és át tudnak menni a lengyel katonák is, mondjuk a franciákhoz és az angolokhoz, hogy aztán a németek ellen küzdjenek majd. Tehát ez is egy döbbenetes történet, meg az is, hogy Magyarországon működött ebben az időben Európa egyetlen lengyel gimnázium, talán a Balatonboglári. Igen. Szóval annyi mindenről kellene beszélnünk, de megy az idő, ezért az irodalomról szeretnék most egy kicsit beszélni, és nem a történelemről. Tehát, hogy látjuk egymást az irodalmon keresztül, milyen könyvek jelennek meg most Lengyelországban, magyarul, Lengyelországban lengyelül magyar könyvek, és Magyarországon magyarul lengyel könyvek. Most éppen Lem könyve készül, mivel 100 éve született Stanisław Lem, és ebből az alkalomból úgy döntöttük, hogy a Pocket kiadóval együtt kiadjuk Solariszt, de természetesen emellett rengeteg más könyv is jelenik meg Magyarországon, többek között Felcsák Alapítvány segítsége révén. Ami éppen Lengyelországban zajlik,
Ebben nem vagyok nagyon kompetens, hogy nem haragszik, akkor erre nem válaszolok. Viszont itt nagyon élénk a kulturális kapcsolat. Én, ha megengedi, akkor még egy másodperce visszatérnék az előző témához, mert nekem kicsit más a véleményem. Szerintem a lengyel nemzet megőrizte ezeket a tényeket hálás emlékezetében. És lehet, hogy itt Magyarországon nem volt erről szó, de a lengyelek emlékeztek arra, hogy a magyarok segítettek. Tehát a kommunista időben is emlékeztek. A kommunista időben is. Amikor mi is emlékeztünk, csak a hivatalossággal volt probléma. A hivatalos szinten nyilván más volt a helyzet, de az emberek emlékeztek, és nagyra becsülték a magyar barátságot, emlékeztek arra, hogy segítettek a honvédek a varsói felkelés alatt, a Valhinyában, és minden más körülmények között, amikor bebizonyosodott, hogy a magyarokra mindig lehet számítani, bármilyen drámai körülmények között kiállnak a lengyelekért, és segíteni fognak nekik. Igen, talán egy tábornoknak egy mondatát olvastam egyszer valamilyen táviratban, vagy valamilyen köszönő levélben, hogy az 1920-as Visztulai segítség miatt írta ezt, hogy nagyon köszönjük a magyaroknak, mert ilyen helyzetben segítettünk, és vissza fogjuk adni. Igen, szerkesztő úr, ez bent van a könyvem, magyar és a lengyel változatában is. Ez Takács Tolvaj József gróf ezredes varsói katonai megbízottunknak mondta, Tadeusz Rozvadovszky tábornok, lengyel vezérkari főnök a varsói csata után. Tessék elképzelni, hogy a szobába, az előszobába, ami a vezérkari főnök munkaszobája előtt volt, ott voltak angol, francia tábornokok is, katonák, akik mentek segíteni, nem harcolni, csak se tanácsot adni a lengyeleknek. Ott voltak külföldi államok, más katonai attasé, jöttek gratulálni neki. Egyszer csak kinyílik az ajtó, kijön a vezérkari főnök, és azt mondja, Takács Tolvaj úr, hát mindenki körülött, hogy ki ez? Behívja, beszélgettek jó hosszan, és a beszélgetés végén azt mondta Tadeusz Rozvadovszky, hogy bennünket mindenki elárult, senki sem segített. Ti segíteni akartatok, de nem sikerült, ugye csehek nem engedték át a magyar hadsereget, és ezt olyan méltó, olyan nemes módon tettétek volna meg, igen, és ugye még a lőszer az célba ért, hogy ezt a lengyel nemzet sohasem fogja nektek elfelejteni, és jöhet idő, amikor ezt visszaadhatjuk nekik. Erről magyar nyelvű dokumentum van a magyar hadtörténelmi levéltárban. No, kicsit akkor még a jelenről és a jövőről. A lengyelek kiállása 1956-ban azért ezt a kölcsönt valamilyen módon visszafizették a magyaroknak, hiszen tudjuk, hogy az egész világtól kapott társadalmi segítség értékben tekintve közel 30%-ban a lengyelektől származott. Akkor egyébként, amikor Lengyelországban is a háború miatt is, meg a szocializmus miatt is hihetetlen szegénység volt, a lengyelek adakozó és áldozatkészsége példátlan volt, tehát legnagyobb volt a világban. És megint egy lengyel szempont, bocsánat. Említést lehet tenni, hogy 16 ezer ember jelentkezett véradásra, és a véradás akkor 3-4 órás procedúra volt, és körülbelül 6 ezer ember adott vért a harcoló Budapestnek. Ezen kívül pedig óriási jelentősége volt annak, hogy 1956 után a magyar forradalom emlékét leghívebben a lengyelek őrizték. Sajátságos egyébként, hogy ilyen, hogy ellenforradalom 56-ra vonatkozóan, hát még a pártsajtóban is nagyon elvétve jelent meg, a napi sajtóban pedig egyáltalán nem. Hát igen, ennek köszönhetően nem csak metaforikusan vértestvérek vagyunk, mert valóban néhány magyarban csak a lengyel vér, de ha már szóba került az irodalom, akkor Zbigniew Herbert, zseniális lengyel költőnek van egy Magyaroknak című verse, amelyben éppen kétségbe esetten arról számol be, hogy a lengyelek nem tudnak másként segíteni, csak saját vért adni, csak mindenféle adományt szedni, pedig nem tudnak tényelesen harcolni a magyarokkal együtt. És ez volt a lengyelek hangja. A lengyelek hangja, hogy mennyire szomorúak voltak,
hogy nem tudnak jobban segíteni. Igen. Hogy ott gyilkolják a testvéreket, és tehetetlenek, és nem tudnak semmit sem csinálni. Igen, 1956-ról van szó természetesen. A Herbertnek egyébként van Budapesten emlékműve. Ez Bínef Herbertet, én Budapesten találkozhattam vele, tényleg a 20. század egyik legnagyobb lengyel költője, méltatlan, hogy nem kapott Nobel-díjat. De 74-ben jelölték. Vessek közben valamit. Igen, itt egy percünk van, úgyhogy csak annyit. Csak az, hogy itt nézem a jelenlévőket, most a hölgyeket kivéte, hogy mi öregek vagyunk, és hol vannak a következő nemzedék polonistái? Kérem szépen, hiányoznak, meg kell mondanom, hogy... Én ismerek egy 20 éves fiút, aki éppen oda igyekszik. Hát az nagyon helyes, de alig van lengyel szakos. Tehát itt a barátságról nagyon sok szép dolgot lehet mondani, de kérem szépen, legyenek lengyel szakok, legyenek több hallgató, legyenek szakértők, mert a következő nemzedéket nem látjuk mi utánunk. Azon vagyunk, át kell adni ugye a magyar-lengyel barátság eszmét. Bocsánat, beleszóltam most. Igen, most már vége van, úgyhogy öné a végszó, most már mondja, legyen kedves. Az a legfontosabb volt a képen, hogy továbbítsuk a lengyel-magyar barátság eszméjét a fiatal generációnak, és bebizonyítsuk nekik, hogy barátság, szolidaritás, együttműködés, ezek nem csak puszta, szépen zengő közhelyek, hanem konkrét, reális érték és konkrét, reális tartalom rejlik mögöttük, és egyszerűen szebb jövőt biztosíthat nekik. És ezt ápolni kell. Ápolni kell, mert ha összefogunk, akkor együtt valóban szebb jövőt tudunk biztosítani. Hát beszéltünk itt a geopolitikáról. Saját magunknak. Igen, beszéltünk itt a geopolitikáról, ami nem változott 700 év alatt. Én kivittem a lányaimat, amikor a köztársasági elnökük meghalt gyertyát gyújtani a lengyel követség elé. Akkor ilyen pöttömök voltak, ma már nagyok, hordozzák a szívükben. Hát szerkesztő. Akkor ezt javasoljuk mindenkinek, hogy ezt tegyen nagyjából. Csak egy mondatra van lehetőség. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a magam nevében egy klassz társaságban voltam, önt is beleértve, és legközelebb is jövünk, ha meghív. Köszönöm szépen. Megtisztelő, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Akkor Csess Bozse, ahogy a papunknak mondanám, vagy pedig Dobriz Jenya. Úgyhogy viszontlátásra. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, kedves nézőink. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaflick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket természetesen a Facebookon is. Következő adásunkban szó lesz arról, hogy miként fordulhatott elő, hogy bőrszíne miatt diszkrimináltak egy fehér írót Hollandiában. Aztán arról is beszélünk, hogy a friss Oscar jelölések miért kezelik kiemelten a sokszínűségre vonatkozó elvárásokat, de Tóth Krisztina legújabb kijelentéseivel is foglalkozunk, miszerint úgy gondolja, hogy a magyarok erkölcse pince szinten van, ezen majd felülemelkedünk valamennyire. Vendégünk lesz Schmidt Mária, Elsimon László, Gerő András és Pogonyi Szabolcs. Mai megtisztelő figyelmüket pedig munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!